Sziasztok, Sárosi Péter vagyok, és ez itt a Drug Reporter Café. Ebben az epizódban Makara Mihály doktor úrral beszélgetek arról, hogy az úgynevezett kedvezőtlen gyermekkori élmények miként befolyásolják a későbbi felnőttkori betegségeink, pszichés problémáink kialakulását. Makara doktor bemutatja annak a kutatásnak az eredményeit, amit ebben a témában folytattak. A felvételt a Magyar Addiktológiai Társaság kongresszusán Siófokon készítettük. Kezdjük akkor azzal, hogy mi az az ész? Az ész az egy angol szavakból álló betű rövidítés, Adverse Childhood Experiences, negatív gyermekkori élmények. És 10 kérdésből állt az eredeti ész kutatás, amelynek mindegyikért egy pontot lehetett kapni a pozitív válaszokért. A WHO ész IQ, International Questionnaire, azt pedig 13 kategóriában kérdezi meg, gyakorlatilag ugyanezeket kicsit kibővítve, és ott 13 pontot lehet kapni. A 10 kérdésből van a érzelmi, fizikai és szexuális bántalmazás, az érzelmi és fizikai elhanyagolás, ami azt jelenti, hogy senki nem szerette a családban, vagy koszos ruhákba kellett járnia, vagy éhezett. 18 éves kor előtt. 5 kérdés vonatkozik a szülőkre. Elváltak-e? Az apja verte az édesanyját az eredeti felíti kérdésben. A WHO egyébként demokratikusabb ilyen szempontból, ott verték-e már egymást. Ez egy szexista megfogalmazás, ugye, hogy az apja verte az anyját. És van 3 kérdés a családra még, hogy volt-e valaki alkoholista vagy kábítószerélvező, volt-e valaki elmebeteg vagy depressziót, és volt-e valaki börtönben. Ugye ez a 10 pont. Bármelyik kérdésre adott válasz egy pontot ér. Az is teljesen nyilvánvaló, hogy nem azonos súlyúak a kérdések. Tehát egy sima válasz nem azonos egy szexuális erőszak. Ez is egy érdekes kérdés, ugye ez az érzelmi elhanyagolás és érzelmi bántalmazás, mert sok ember azt mondja, hogy nekem jó gyere, normális gyerekkorom volt, engem nem vertek, engem nem erőszakoltak meg, de közben lehet, hogy ő is ebbe a kategóriába tartozik, ahogy én értelmezem ezt a 10 kategóriát, ugye? A legerősebb 2 kategória, amikor külön-külön vizsgálták a hatásaikat, és nálam is hasonló eredmények származtak, az a szexuális bántalmazás és az érzelmi elhanyagolás. Ez a 2 legsúlyosabb. A nemrég egyébként ugye volt riportban is ezért név szerint idézhető Berki Krisztián, aki ugyancsak furcsa életet élt, furcsa szokásai voltak. Egyik tipikus példája egyébként az elhanyagolt gyermekszindrómának. És ő nyilatkozta, hogy ő senki nem dicsérte meg. Maga a kutatás ötlete az honnan jött, és hogyan fogtál ebbe bele? Mikor elolvastam ezt az eredeti észközleményt, akkor megdöbbentem a számokon. És akkor így a 10 ujjas módszerrel kezdtem a saját mini kutatásomat csinálni, még nem hivatalosan, hogy megkérdeztem a nálam lévő alkoholista kábítószeres betegeket, igaz-e, hogy tele vannak negatív gyermekkori élményekkel, és azt tapasztaltam, hogy igen, tele vannak. És akkor volt egy első fázisú kutatás, amit még a László Kórházban csináltam, egy kérdőív, a negatív gyermekkori élmények WHO kérdőív, és saját betegeim között, amiben volt egyébként egy nagyon érdekes, 2 nagyon érdekes csoport. Az egyik az, akik 18 éves koruk után kaptak vérátömlesztéssel hepatitiszt. Azaz a betegségük nem függött össze a gyerekkorukkal. Ővel akkor egyébként az egyik legalacsonyabb. A másik egy amerikai számítástechnikai cég, ahol évek óta üzemorvosként tevékenykedek. Őket kérdeztem meg, hogy kértem meg, amikor bejöttek az éves kontrollra, hogy töltsék ki. A legeslegalacsonyabb az övéjük volt. Ugye ők előjutottak a Duna partján, 7. emelet, Dunára néző, amerikai fizetés, BMW-vel, Mercivel jár kategóriáról beszélünk. Nekük a legalacsonyabb az észpontszámuk. Ez mennyire gyakori egyébként a orvosok körében, hogy ezzel a témával foglalkoznak Magyarországon? Én azt remélem, hogy egyre gyakoribb lesz. Ma már a hepatitis B és C ellátási protokolljában benne van az, hogy
a negatív gyermekkori élményekkel foglalkozni kell, és az addikció pszichés hátterének feltárása, és az addikció... Ugye az, hogy pszichológushoz, vagy addiktológushoz, vagy osztályra, vagy stb., azt gondolom, hogy egy gyakorlatorvos már meg kell, hogy tudja állapítani, hogy hol tart az az ember, aki vele szembe van. Vannak-e még problémái, mert van, akinek már nincsenek. Kellene még segítség, és milyen szintű segítség kell. De benne van a protokollban már, hogy kell ezekkel foglalkozni. Beszéljünk kicsit akkor a kutatás eredményeiről. Mik az legalábbis előzetes eredmények vannak, ha jól tudom? A második fázis az fel van dolgozva, annak statisztikai feldolgozása is részben megtörtént. A harmadik fázis az ongoing, de abból az első eredményeket éppen a mostani kongresszus kedvéért gyűjtettem le, egy részeredményeket, amelyek gyakorlatilag egybecsengenek a speciális csoportokban végzett eredmények a kvázi reprezentatív háziorvosi mintán tapasztalt eredményekkel, hogy az élet nagyon sok területén meghatározó jelentőségű a negatív vagy pozitív gyermekkor, és roppant sok pszichés eltérés, jellegzetesen depresszió-szorongás típusú eltérések, az ADHD kialakulása, nagyon sok pszichoszomatikus betegség, fejfájásoktól, hányás hasmenés. Ugye ki mire veszi? Van, aki a szívére veszi, van, aki fosik tőle, ahogy szokták mondani. És ez ugye a nyelvezetünkben is benne vannak ezek. Ezek mindegyik, ami pszichoszomatikus, az észek számával így emelkedik fel. Az addikciók az a vége. Tehát egy folyamatot kell megérteni, az alacsony önbecsülés folyamatát, a tanult tehetetlenséget. Megmondta apám, anyám, takarítónő leszek. Foglalkozásra takarítónő. És nem tanulta meg becsülni önmagát, nem tanulta meg szeretni önmagát. Nem tanulta meg, hogy néznek ki a normális társas kapcsolatok. Azt tanulta meg, hogy annak van igaza, aki a nagyobb pofont adja. Az a viták helyes lezárása. És ez, ugye azzal kezdtem az előadásomat, hogy egy bántalmazott gyermek nem a szüleit nem fogja szeretni, hanem saját magát. Ezek az emberek nem szeretik eléggé magukat. És ebből a depresszióból, szorongásból, öngyilkossági gondolatokból menekülnek bele. Vagy az alkoholba, vagy a szerencsjátékba, vagy a kábítószer. Az a vége, és nem a kezdete a folyamat. Ez valahol egy ilyen paradigmaváltást is sugall, mert hogy a mai társadalom úgy néz a drogfogyasztóra, mint aki túlságosan is önmagával van elfoglalva, önmagát szereti. Hogy akkor itt ez egy szemléletváltást feltételez, ugye? Nem szeretem a kábítószer élvező szót, mert ezek az emberek nem élvezik a kábítószert valójában, hanem saját maguktól menekülnek, adott esetben egy kábítószer. De azt mondom, hogy egy legális kábítószer az az alkohol, vagy illegális kábítószer, az meg országonként is változik, hogy mi legális és mi illegális. Az mindegy az én szemléletemben. Ő saját maga elől menekül valahova, ahol nem kell saját érzéseivel szembesülnie, hanem kikapcsolja. És hogyha a játék kapcsolja ki, az talán valamivel jobb, mint hogyha az alkohol. Mi esetleg egy pár... Vannak-e olyan meghökkentő adatok, hogy mondjuk a drogfogyasztók körében mennyire magas a magas észpontszámmal rendelkezők aránya? Nagyon magas. Tehát ugye az eredeti 10 kérdéses feliti tanulmányban 4 volt az észek száma, ami fölött azt mondta, hogy már magas. A WHO kérdőív az 13 kategóriában ad egy-egy pontot, tehát a maximum összeszedhető pontok száma 13, és a saját tanulmányomban 6-nál húztam meg azt a határt, amikor azt mondom már, hogy rengeteg. Jellegzetesen a droghasználók ebbe a kategóriába esnek, ez a legmagasabb egyébként, a droghasználók 40%-a, aki 6 vagy annál több ésszel rendelkezik, az az egyszerre volt, verték, elhanyagolták, elváltak a szülei alkoholistákhoz. Tehát nehéz 6-ot összeszedni.
ugye ritka, majd ugye van még a bullying, ami a legkevésbé jellemző a gyermekek egymás közötti kegyetlensége, és van még ugye a közösségi erőszak, illetve a háborúk. Ez Magyarországon ugye most szerencsére olyan korszakot élünk, hogy közbiztonság van, és nincsen a mi generációnk már nem élt meg háborút, én nem hallottam már fegyverropogást. Tehát kevés Magyarországon az ilyen belsők aránya, ennek ellenére van ez a 6-os pont számot elérők igen magas aránya. Van esetleg különbség férfiak és nők körében? A férfiakat gyakrabban bántalmazzák fizikailag, a nőket gyakrabban bántalmazzák szexuálisan. De megdöbbentő volt számomra az az amerikai adata az eredeti feliti tanulmányban. A férfiak 16%-a volt, hogy 18 éves kora előtt szexuális erőszak áldozata volt. Nem gondoltam volna. Nálunk is hasonlóak a számok. Az ember, ha nem kérdez rá, nem foglalkozik ezzel, sose derül ki. És jellegzetesen ezek nem derülnek ki. Hogyan lehet összehasonlítani a nemzetközi és a magyar adatokat? Vannak-e markáns különbségek esetleg? Még felelősséggel nem tudok nyilatkozni, mert az adatoknak a reprezentatívvá tétele, tehát magyarul korrekciója, kornem, stb. Alapján még nem történt meg, de első ránézésre úgy tűnik, hogy a magyar adatok egy kicsit rosszabbak a nemzetközi adatoknál, tehát több ésszel élünk, mint például Németország vagy Amerika. Akkor lehet azt mondani, hogy magyar ez egy traumatizáltabb társadalom, mint a nyugati? Azt gondolom, hogy sajnos, ha megnézi az ember akár a közösségi oldalakat, akár elbeszélget emberekkel, az atyai pofonokat, azokat jó dolognak tekintjük. Az úgy kell a gyereknek. És egy csomó minden, az alkoholizmus, az ugye a kultúránknak a része valahogy. Nagyobb arányban talán, mint más országokban. Az előadásodban azt úgy fogalmaztam, hogy mentális oltásra van szükség? Védőoltásra van szükség. Ezt kifejtenéd, hogy mit értesz ez alatt? Úgy gondolom, hogy az ellátórendszerünkkel bárhol bárki találkozik, annak oktatni kellene, foglalkozni kellene az észek megelőzését. Tehát a házassági tanácsadás, a szülőszoba, a szülés körüli gondozás, a védőnői hálózat, az óvónők, iskolákban a pedagógusok, szülői értekezleteken. Tehát a szülőket kell elsősorban gyermeknevelés tanra tanítani, és az embereket együttélés tanra tanítani. És ez egy nagyon hosszú, azt gondolom, hogy és hosszú távon megtérülő folyamat kellene, hogy legyen, aminek még az első lépését se tudtam megtenni. Mi a helyzet az orvosképzéssel? Ott mire lenne szükség? Azt gondolom, hogy ma még sajnos minden orvos ilyen ismeretek nélkül szerez diplomát. Ráadásul még emellett kommunikációs ismereteket sem tanítanak ma az orvosegyetemen, ma se tudtommal. Amikor én tanultam, biztos, hogy nem volt. Pedig alapvető, hogy kommunikálni tudjunk. Ugye egy orvos, ha nem jól kommunikál, tragédia. És nagyon sok kollégám sajnos nem jól kommunikál. Mit remélsz, hogy mit fog elindítani ez a kutatás? Elindít-e valami gondolkodást? Hát azért vagyok itt, mert reménykedem, hogy egyszer valahol valakinél sikerül áttörést elérni. Óriási szerencse volt, hogy a minisztériumból előttem adott elő az előadó, és így végig kellett, hogy hallgassa a negatív gyermekkori élményekről szóló előadásomat. Ott is voltam már bent, még az Emmiben is. Voltam egyébként polgármesternél is, voltam többször polgármester. Tehát sok helyen lehetne elindítani, sehol nem sikerült idáig. És ez miért van? Miért ennyire nehezen megy át ez az üzenet? Mert hosszú távú eredmények, hosszú távú erőfeszítések és hosszú távú eredmények várhatók, hosszú távú erőfeszítésekből. Az izlandiak azt mondják, hogy minimum 5 év. Ugye egy kormányzati ciklus az 4 éves. Tehát egy kormányzati ciklus alatt sem érik be, ha ma elkezdene a kormányzat ezzel komolyabban foglalkozni. Ugye Izlandon, de nagyon sok szempontból speciális ország,
Izlandon az van, hogy a kormányzó, vagy fő, tehát Orbán Viktor szinten álltak a program mellé ezelőtt 20 évvel. És ha meggondoljuk, hogy féltünk tőlük kézilabdába, fociba, meg egy csomó, a 360 ezeres Izlandtól. A egyéni szerencsétlenségem ott abban az volt, hogy már megvolt a repülőjegyem Reykjavikba, amikor kitart a Covid-járvány. És még nem sikerült azóta sem eljutnom, de meg van egy kapcsolatom velük, mert azt gondolom, hogy látványos eredményeket értek el, és mindenkitől, de tőlük nagyon kellene tanulnunk. Az én értelmezésemben ez a kutatásnak vannak tanulságai a drogpolitika szempontjából is, tehát hogyha tényleg ennyire a gyermekkori bántás az, amiből gyakorlatilag fakadnak a felnőttkori szerhasználati problémák, akkor az a fajta szigorú, elrettentő drogpolitikai irányvonal, ami például Magyarországon is van, akkor az igazából nem a megfelelő helyen kezeli ezt a kérdést. Én nem szeretek dühös lenni, nem is szoktam. De ha az ember dühös akar lenni valakire, akkor legyen dühös a drogfogyasztó szüleire. Olyanok, amilyenek, ugye fölnőtt történelem, nem érdemes dühösnek lenni. De biztos, hogy a drogpolitikában ez egy szemléletváltást kellene, hogy okozzon. Hogy ezek az emberek nem kábítószer élvezők, hanem menekülnek. Tehát az egész szemléletet meg kellene változtatni, igen. Nem büntetni kellene ezeket az embereket, hanem segíteni. És Magyarországon azok az intézmények, amiket annak hívnak, hogy családsegítő, ilyen támogató, olyan támogató, stb. Gyámhivatalok, nem azt csinálják, hogy segítenék valójában. Vagy pénzt adnak, vagy büntetnek. Ez a kettő, amit csinálnak. És nem törődnek igazán pozitívan a családok megsegítésével, mentális gondozásával. Tehát a közösségekben is, és az izlandiak is a közösségekben rejlő lehetőségeket, hogy menjenek ki és szólítsák meg a gyerekeket, hogy talán be lehet menni a kultúrházba, ahol felhasználhatják azt a pénzt, amit kártyaformájában a gyermekek megkapnak, és maguk döntik el, hogy ebből sakra fordítja, illetve megvannak azok az akkreditált programok, amikre fordíthatják a gyereket. És ahelyett, hogy az alkohol kábítószer irányba menekül, ehelyett egy pozitív életszemléletet tanítanak nekik, nagyon tudatosan. Úgy szoktam fogalmazni, hogy a szülők dolga az, hogy megtalálják, hogy miben tehetséges a gyermekük. Ugye nagyon kevesen csinálják ezt, nagyon sokan ráerőltetnek dolgokat. Vagy azt mondják, hogy nézd, milyen csodálatos vagyok én, te meg milyen buta vagy, fiam. Ez a viselkedés magad ma sajnos eléggé általános. És erről, hogy a dühösek látunk a szüleire, arról az utat hiszem, hogy aztán az ő esetükben, meg az ő szüleikre, meg az ő szüleikre, hogy ez egy végtelen lánc, ugye? Tehát végső soron nem látunk dühösek senkire, mert ez egy... A másik oldalon talán, amit mondtál, ugyanolyan fontos, hogy ha ezt a láncot megszakítjuk, akkor azon túl megszakad a lánc. Tehát ha sikerül egy védőpajzsot oda tartani a gyerek és a szülei közé, vagy a szüleinek a bántalmazó kezét visszatartani, akkor azt a következő generáció is részesül ebből. Van egy fogalom, amit úgy hívnak, hogy reziliencia, ami az észekkel szemben áll, az tűrőképesség. Azt úgy szoktam fogalmazni, hogy engem nyugodtan le lehet hülyézni. Mert tudom, hogy nem vagyok az. Nyugodtan. Megvan talán nem kell magyaráznom, megvan a kellő magabiztosságom ahhoz, hogy reziliens legyek, ellenálló, rugalmasan ellenálló bármilyen támadással, bármilyen élethelyzettel kapcsolatban. Ugye ez egy gyermekben még nincs meg. És a reziliencia az én szemléletemben az, amikor elér olyan sikereket a gyerek, kap olyan dicséreteket, amitől már elhiszi, hogy ő jó gyerek, hogy ő sikeres lesz, hogy ő valamiben, én emlékszem, 16 éves koromban tudtam, hogy valami nagyot fogok alkotni. Hát nagyot nem alkottam, de
De azt gondolom, hogy egy pozitív életutat végigvittem. Köszönöm szépen az interjút. Köszönöm szépen.